Negyedik rész. Jézusnak a sátán által való megkísértése, a test kísértése, a lélek kísértése, a szellem kísértése. A kísértés nem abban van az emberek és a szellemek részére, amit tudnak, ami előttük világos és tisztán áll, és értelmükkel áttekinthető, hanem amiben még nem vizsgáztak le, amiről tudásuk, vagy fogalmuk van ugyan, de ez a tudásuk még nem olyan rögzített és befejezett képesség, amelyel az ezirányú kísértés felett már órá lettek volna. Az ilyen dolgokból tehát vizsgázniuk kell, azaz a megpróbáltatást kell kiállniuk, mert sok olyan dolog van, amiről az ember azt hiszi, hogy tudja, azonban a vele való küzdést még nem csinálta végig ilyenek az anyagerői, amelyek mindaddig kísértés jelentenek, amíg felettük a szellem diadalt nem aratott. Krisztusnak már a földnek jövetelével megkezdődött az áldozata, amelyet ő a föld bűnös gyermekeért hozott. Nem csak a halál és a szenvedések jelentettek az ő részéről áldozatot, hanem a megszületés, a megszületés előtti különböző fluidokba való alámerülés, és mind bele tartozott az ő áldozatainak a keretébe. Mikor pedig az utolsó rétegbe öltözött, a testvilágába, akkor összekapcsolta magát az anyagi világ szellemének turatával, és amikor a testben, mint ember ébredt fel, ő épp úgy körülvették azok a fluidok és erők, mint bármely más embert, és épp úgy elhomályosult az ő isteni szellemi tudata, mint az alacsony szférákból a földön testet öltök szellemek emlékezete. Azonban a dolog természete szerint minél magasabb rendű a szellem, annál áthatóbb a világossága és ereje, és így az úr testbeöltözésével azokat az erőket, azokat a homályosságokat, amelyek a földet körülvevő légkör törvényeit és szellemi fokozatát képzik, már is átvilágította. De az utolsó, legvastagabb réteget, testnek erőit, már az embertestben kellett átvilágítania. Amint növekedett a test, a szerint ez a világosság is mind nagyobb diadalt aratott a homályosság felett. Isteni küldetésének legfelső turatára azonban csak akkor jutott ő maga is, amikor az emberi test teljes fejlődését befejezte, illetve amikor az idegszellem, az agy és az egész test teljesen kifejlődött és elfogalhatta helyét a cselekvés világában nem csak itt a Földön cselekedett ő, nem csak itt fejtett ki hatásokat, hanem egyszer s mind mindazokon az erőkön és természetrétegeken keresztül is hatásokat ért el, amelyeket felöltött magára. És amint az ő szellemi világossága áttörte a tudatlanság ködét, a szerint vált urává az asztrálvilágnak, a mentálvilágnak, a visszaemlékezések világának, kauzálvilág amely, mint határvonal, az embert elválasztja a szellemi élettől. Ő tudatában élt annak, hogy ő szellem, hogy ő az ő erőivel hatás gyakorol mindezekre a világokra együttvéve, így aztán részeire, ebben a felfokozott tudatban az asztrál világ eseményei épp olyan reálisak voltak, mint a fizikai világé. Az asztrál világból épp úgy fogadott elhatásokat, mint a fizikai világból. És hogy ő ezek felett a világok felett uralmat nyerjen, szükségesnek találta, hogy mint bárki más, az ő testének erőit teljesen a szellem uralma alá hajtsa, és ennek közvetítésével ezekre a világokra hatást gyakorolhasson. Tehát az ő testi erőinek rendelkezésével tökéletesen elkészült, mikor átvilágította, és áthatotta ezen keresztül az asztrálvilágot, akkor lépett ki, hogy felvegye a harcot a világ természetével, a sátáni elvel, amely megdöntésére vette fel a testet. Hogy a test hatalmát egyszer s mindenkora megdöntse, és helyébe a szellem hatalmát állítsa a földi ember elé, a földi ember világába. Hogy ezen keresztül irányíthassa azokat a szellemeket, akik hajlandók magukat az Isten lelkéhez kapcsolni, és az Isten igéjét vezető elből elfogadni, hogy ezen keresztül hathasson, újját teremthesse, felemelhesse, és megtisztíthassa a világot. Mert nem csak a szellemeket és embereket, hanem a világ természetét is meg kellett tisztítania. Mikor tehát ezt a nagy munkát magára vette, magára vette a világ lelkét, mint kötelességet, amelyen harcba kellett szállnia, hogy legyőzhesse azt. Ez a lélek, ez a kötelesség vezette őt a pusztába, ahol meg van írva, 40 napig bőjtölt. Azáltal, hogy megmondta testétől a táplálékot, mint ahogy általában minden nemű bőtölés felhasználja a test erőit, és átemeli azokat az asztrál világba, ezeket az erőket ő is átvitte az asztrál világba, azaz szuverén akaratának hatalma alá hajtotta. Mikor aztán ez az idő eltelt, a test törvénye követelte a maga jogait, tehát megéhezett, azaz az éjségen keresztül szólt hozzá-e világ, ennek a világnak a természete, a természet törvénye. Ez nem csak azt jelenti, hogy közönséges értelemben az éjség jelentkezett nála, hanem a testnek legyengülése és óriási horderejű jelentőséget nyert az emberi turat előtt, ami... E világ természet törvényében, mint a a aggodalma jelenik meg, hogy meg kellett válnia a fizikai világtól. És ebben a pillanatban szólal meg a testen keresztül a sátán, te Isten fia vagy, hatalmadban áll, hogy ezek a kövek kenyéré változzanak, és táplálhass vele a testedet. Illetve a turatban úgy jelent meg ez az eszme, hogyha a test nem kapja meg a táplálékát, felmondja a szolgálatot, és megsemmisítheti a nagy tervet, meghal, és nem tudja végezvinni a megváltás nagy munkáját. Azonban az isteni szellem erőt vett a természeti világ szellemének figyelmeztetése ellenében, és így szólt. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével. Azaz, nem csak azt tartja fenn az embert, amit fizikai testén keresztül, mint táplálékot elhasznál, hanem lelkének az az ereje és törekvése, amely magát egy fokkal magasabbra akarja helyezni, tudatát világosabbá tenni. És ez az akarat győzedelmeskedik a fizikai test törvényén, és órá teszi felett a lélek törvényét, amely az Isten igényével táplálkozik. Ez a kísértés abban áll, hogy a sátán tanácsa szerint az ő isteni erejét a saját személyének, egyéni érdekének szolgálatába kellett volna állítania, és ezáltal nem cselekedett volna az örök isteni eszme értelmében, mert csöretevő erőit a saját céljára fordította volna. Krisztus azonban mindvégig áldozatot akart adni, mindig csak adni, és soha nem venni. És mert az ő elve, ez a volt, ezért volt ez a föld természetétől kísértés számba menő figyelmeztetés, hogy az ő isteni erőit a maga céljára használja fel. Azután pedig a lélek veszi őt munkába, aki már 40 napig bőtölt, aki tehát inkább az világban mozgott már, mint a fizikai síkon, és helyezi őt a templom tetejére, és azt mondja neki. Bocsátkozzál innen alá, mert meg van írva felőled, hogy az Isten parancsol az ő angyalainak, hogy valahogyan a te láborat kőbe ne üssed. A megváltó tudta és érezte, hogy az ő nagy és emberfeletti hatalmát követő árnyék, amely őt gondolatban és érzésében nem hagyja nyugton, mindvégig mellette marad, hogy kísértse őt. Mert nem olyan könnyű dolog a fizikai síkról átlépni az asztrál világba, a fizikai erőket asztrál előkké minősíteni, azt asztrál világban élni és mozogni, hatásokat adni, és onnan hatásokat elfogadni. Ha valaki ezeket az erőket megszerzi, és általa kiteszi magát annak, hogy ezek az erők reál hatásokat gyakorolhassanak, de ezek felett az erők felett órá lenni nem tud, bizonyos, hogy ezek az erők őt elgáncsolják, a legnemesebb szándék dacára is. Azért, ha valaki a fizikai sítról átlép az asztrál világba, és onnan hatásokat vált ki, lelkében szilárnak kell lennie, hogy meg ne tántorodjék. Krisztus azonban Isten szolgálja. Az asztrál erők viaskodásai, ravaszkodásai és próbálkozásai vele szemben eredménytelenek maradtak, mivel ő ezekkel vitába nem bocsátkozott. Tudta jól, hogy a fizikai testben van, és ennek dacára is, ha a templom tetejéről lelépne, veszély nélkül szállhatna alá, és az emberekben bámulatot és csodálatot ébresztene. És az emberek keresnék ennek a hatalomnak a forrását, és megtalálnák az ő isteni eredetét, és fölismernék az ő isteni hatalmát, és ezen a felismerésen keresztül könnyűszerrel elhelyezhetné lelkükben az igét. Ez azonban még mindig csak az ő egyéni hatásának lenne az eredménye, ezzel még mindig nem tudna behatolni az emberek lelkébe, mert a bennük így megszülető hit még mindig inkább tekintélyen alapuló hit lenne. Tehát bárha jól tudta, hogy semmi néven nevezendő baja nem történnék, mégsem alkurozik a sátánnal, hanem így felel. Meg vagyon írva, hogy ne kísérd a te uradat, Istenedet. Bárha meg van írva az, amire a földi természetét hordozó erő hivatkozik, annak dacára ő az Isten ígéretét nem használja ki arra, hogy a maga személye iránt csodálatot ébreszen az emberekben, és nem akarja, hogy az ő személyét fölmagasztalják, mert ő ezekkel az erőkkel használni akar az embereknek, nem kísérti az Istent, bárha tudja, hogy az Isten igazsága mindörökké megáll. Mint egy elképzelő mondja ezt mindörökre a földi embernek, hogy bár az Isten ígérete mindig igaz, ne hívja ki az ember, és ne hívja ki főként a sátán kísértését, mert az ember gyenge és hibás szellem. Aki bárha az erőknek birtokában van is, nem tudhatja, nem csúszik ebbe mégis egy kis tévedés, egy kis hiba a gondolatai közé, és akkor az ő akarata Isten rendelésével nem egyezik, és a saját lelkében, meg másokéban is megronthatja az Istenben való hitet. Ezért ne kísértsétek az Isten semmivel se, hiszen tudjátok, hogy nem úgy van, ahogy az ember akarja és szeretné, mert ez a világ és a ti világotok két különböző természet nyugszik, és nem tehetitek ki magatokat olyan próbának, amely vereséggel végződhetik. És legyen bár az ember hite szilárd és erős, mégse kísértse az Isten semmiféle kihívással és nagyot akarással, hanem várja, és remélje az Isten kegyelmét. Az Isten, amit felül rendelt, megadja, de senki sem írhatja elő, hogy Isten az ő emberi kívánsága szerint segítse őt, és úgy mutassa meg a kegyelmét iránta, mert az ember kicsiny, és elesett lélek ahhoz, hogy így merjen alkudozni az ő teremtőjével. Ezen az úton nem kísérti tovább a sátán, a természetes világ szelleme, más utat, módot próbál. Mélyebben viszi látásban az emberi Jézus tudatát, felviszi őt egy magaslatra, és erről a magaslatról megmutatja neki a világ országait, hatalmasságait, dicsőségeit, és megmutatja benne az ő, illetve a sátán, nagy hatalmát, és azt mondja neki, mindezeket neked adom, ha leborulva tisztelsz engem. Ki gondolna ebben a pillanatban és ebben a mondatban arra, hogy a megváltónak e világ dicsősége, e világ hatalmassága kísértés jelenthetne. Ő, aki elhagyta fényhazáját, vajon vágyódhat-e ilyen nyomorúságos dicsőségre, amilyen itt e világ fejedelmének van, vágyódhat-e ilyesmire ő, aki magát megalázta, hogy felemelje a szegény, megalázott és porba sújtott lelkeket, és fényessé tegye őket azzal az igazsággal, amelyet ő hozott az atyától. Azt hiszem, ti magatok sem gondoltok egy pillanatig sem erre. Nem, a kísértés nem ebben van. Az ember Jézus lelkire nézve ez a kísértés nem létezik. De az a kísértés igenis létezik, amikor megmutatja a sátán az ember joggyöt, remét a bűnben, megmutatja az ő nagy hatalmát felettük, és megmutatja neki, mi erős és hatalmas kötelékekkel vannak megkötözve a lelkek a bűnszövevényében. Megmutatja, hogy mennyire be van zárva a bűn rabságába a lélek, hogy mi kevés eredménye van a jónak, mi nehezen hallják meg, és még nehezebben cselekszik a jót. Az ember Jézus lelki szemei előtt feltárul a kép, a vérző, szenvedő embermilliók sorsa, és látja, amint évmilliók peregnek alá az örökké valóságba, és ezek a szegény, fáradt lelkek nem találnak sem nyugalmat, sem békét, bár szomjú hozzák a megpihenést. A lelkében felébredt a szeretet, a szánalom, a részvét, és egy pillanat alatt megjelenik előtte az emberfiának lelke előtt a lehetőség, a hirtelen jött káprázat, a dicsőséges eredmény lehetősége, az emberi lelkesedésre, fellángolása, hogy minél hamarébb, minél többet segíthessen kínlódó, gyötrődő ember testvéreinek. Mert hiszen a sátán suttogja, mindezeket neked adom, ha leborulva tisztelsz engem. Mindezek, illetve akik most még nekem engedelmeskednek, neked fognak engedelmeskedni. Boldogítsd őket, emeld ki őket a fájdalomból, a szenvedésből. Íme megteheted, én neked adom őket, csak leborulva tisztelj engem. Ó, esetőség, szerencse, jövő, siker, bizonytalanság, álmok, ábrándok. Ti vagytok azok a hatalmak, amelyek az erőseket, a jókat, az igazakat, s fölöttük az uralkodókat is néha, csak egy pillanatig, vagy egy pillantás százheted részéig is, de megkísértitek a lelket, még a pörhüvely burkában van, és te vagy a sátán suttogása, te bűbályos álom, mely a célt közelének mutatja, a nehezet könnyűnek érezteti, és az elérhetetlent tédnek ígéri. Ó ember, állj erősen az igazság kőszikláján, máskülönben elszédít, elkápráztat a hamis fénysugár, mely előtted mindent mennyei színbe burkol, a sátán suttog és csápít, szolgálatait felajánlja, és mindig olyan alakban áll eléd, mely a te vágyaidnak megfelel. A csillogó káprázat fájtlát húzza végig az ember Jézus szemei előtt is, és egy pillanat alatt fellángol a részvét, a lelke viharzik, csak ugyan lehetne segíteni rajtuk ezen a módon. Csak ugyan lehetne őket a jóra, az igazra befolyásolni. Ha kilépne az ő egyszerűségéből, jelentéktelenségéből, és elfogadná a hatalmat és az uralmat, és a világ felett uralkodó törvényét tenné a szeretetet. Halottakat tudna megváltani ezekkel az erőkkel, meg tudná váltani az embereket. Az embereknek imponálna a csoda, a hatalom, és az emberek hinnének és elfogadnák a szeretetet törvényül, elhinnék, hogy az Isten szó hozzájuk, és megtérnének. Csak ugyan. Egy pillanatig tart, és az igazság győz az igazságtalanság felett a bizonyosság a bizonytalanság felett. A józan világosság a káprázat felett. A szeretet egy gyors győzelmének lehetősége és eshetősége enged a szürke józan igazság világosságának. Nem megalkudni, nem elismerni e világfejedelmének létjogosultságát, és egy pillanatra sem ismerni el a hazugság igazságát és azt mondja az Úr, távozzál tőlem, sátán, mert meg vagyon írva, hogy egyedül csak a te Istenedet imádjad, és neki szolgálj. A sátán suttogása elnémul, a káprázat elfoszlik, az igazság győz. A déli bábos lehetőségek megszűntek, egyenes út húzódik az ember Jézus szemei előtt, fel kell venni a keresztet, ki kell ürítenie a poharat, és el kell szenvednie a keserűséget, amelyet a tévedés szelleme hozott a világra, el kell oszlatnia a ködöt, amelyel a bűn burkolta be az emberi lelket, hogy ne láthassák a világosságot. És mindez szenvedéssel és fájdalommal, mert másként, nem lehet megváltani a világot. Mert ami a világon érték, ami itt jó, az nem igazság. Ellopott értékek ezek, amelyekért meg kell fizetni az utolsó csepp verejtékig, az utolsó csepp könnyig, az utolsó csepp férig. Mindennek el kell foszlania, és el kell múlnia, ami a világ dicsőségéhez vonzódik. E világban mindennek meg kell szűnnie, mert meg kell szűnnie a világnak magának is, az ő törvényeivel. És megkezdődik a leszámolás, felveszi a harcot az ellentét törvényével, felmerül előtte a golgota, és látja az ő megdicsőülését azoknak a tiszta szellemeknek megjelenésében, akik körülveszik őt, hogy szolgáljanak neki. Úrá lett a csávítás felett a képzeletben, vagyis az asztrál világban, és most a fizikai világban, azaz a valóságban kell véghez azt, amit az emberek küzdésnek, szenvedésnek neveznek. A káperázat elfoszlott, és ő kilépett a világba, megtagadva és feláldozva önmagát. Emellett az áldozat mellett kitart a kereszt halálig. Az utolsó sóhajtásig. Tűri a gyalázatot, a szenvedést, a megaláztatást, az ő világosságának isteni igényének semmibevevését, bevevését, tevését. Tűri, hogy a természetes világ hidegen részvétlenül megy el mellette. Tűri, hogy a föld hatalmassága őt, az ő nagy szeretetével, az ő nagy megváltási akaratával, segítő szándékával, mint egy félretolja, semminek vegye, gúnytárgyává tegye az emberek előtt. És ez a legnagyobb fájdalom, ami az ő lelkét érinti, hogy nem értették meg őt. Nem a fizikai szenvedés, a kereszt, meg a megaláztatás fája legjobban, hanem az, hogy alig van lélek, aki megérteni őt. Testvéreim, Ma sem gyönyörködik az Úr lelke a ceremóniákban, az Ön Nem gyönyörködik az úgynevezett karmában, a visszafizetésben. Hanem gyönyörködik az alázatos lélekben, aki Isten igazságát keresi. Az Úr lelke örül azoknak a lelkeknek, akik keresik és kutatják az Ő igazságát, mert ezek megértik Őt. Ha megérted őt, akkor nem a bűnöt szerint vonatott számadást ételre, hanem a szerint, hogy mennyire értetted meg Krisztust, az ő akaratát, az ő szeretetét, az ő áldozatát, amit te érted is hozott. Aki Krisztus megértette, az rajta keresztül megértette a szeretet Istenét, aki őbenne benne lehajolt hozzátok, aki nem gyönyörködik az ember szenvedéseiben, hanem a szeretetben, abban, hogy megértik egymást az emberek, hogy megbocsájták egymás védkeit és tévedéseit, hogy egy lépése feljebb emelhessék, előbbre vigyék az ő igazságát a földön, mert ez volt az ő akarata, az ő szándéka. És most is, minden egyes percben és pillanatban amikor a lelketekben visszhangzik az ő neve, és a szívetek feldobog arra az érzése, hogy ő közel van hozzátok, hogy ő vezet benneteket, és az ő kezébe helyezitek a lelketeket, ez a ti igazi tevékenységetek. Amit a szívetek érzéseivel adtok, amikor az önmagától szeretetre gyúl, amikor átérzitek a szenvedőnek a fájdalmát, és felkér a lelketekben, Fokozatadatok szerint a vele való együttérzés és segíteni vágyás nem a jutalom vagy a tóvilági üdvösség reményében, hanem pusztán önmagától, a szeretet indítatásából, akkor értettétek meg őt igazán, és akkor cselekszitek az ő akaratát. Ebben gyönyörködik az Úr, és amikor felébred a lelketekben, a bűnöitek felett való bánat, mert összehasonlítjátok az ő tisztaságát a ti homályosságotokkal, és elkeseredik a lelketek, mert látjátok, hogy a világosságnak a homályossághoz semmi köze sincsen, ha csak ő át nem hajtja a ti lelketeket homályát, és meg nem tisztítja minden emberi es tévegéstől és bűntől és az ő világossága bele nem hinti abba a mennyei erények életképes magvait, amelyek, amikor kikelnek a ti lelketekben, igazi mennyei cselekeretekre ösztönöznek benneteket. Amikor idáig eljutottatok, és felemelkedtek ő hozzá igazi örömben, akkor cselekedtek igaz jót, mert megértitek őt. Amikor látjátok embertársatok lelkében a hibákat, a tévedéseket, bár módatokban volna megróni és fájtamatokozni okozni nekik, de ti inkább türelemmel, elnézéssel és szelítséggel igyekeztek megvárni, amíg abban a lélekben a jó és igazmak kikél, és áldozatot hoztok a szeretet oltárán, akkor értettétek meg őt, és ebben telik öröme az Úrnak. Ilyen megértő lelkekre van szüksége az Úrnak, nem pedig olyanokra, akik a törvény betűjében akarják megtalálni engesztelésüket és üdvözülésüket. Mert ezek még nem értették meg őt. Mert ha ti, a ti igazságotok szerint akartok feljebb emelkedni, mindig lejjebb süllyedtek. Mert nincs egy igaz ember sem a földön. Csak azok az igazak, akiknek lelkében ott van a megértés, akiknek lelkében mint egy visszhangzik az Úr szeretete. Ezek jobban akarják tenni a világot az ő lelkük nemes törekvéseivel, ezek megértik az Urat, ezek látják az ő munkálkodását elsősorban a maguk lelkén. És ha ezt érzik, akkor itt van a feltámadás az ő részükre, ezek nem halnak meg mert az életnek eleje benne van az ő lelkükben, és az felemeli őket a halából az életre.